Visszajelzéseket kaptunk Szatmárból, uborka termesztők részéről, hogy nehezen megy a felvásárlás, és értékesítési problémáik vannak. Azért érkeztem ma Csegöldre, Tilki Attila képviselőtársam meghívására, hogy találkozzak termelőkkel is, és felvásárlókkal is. Hogy meg tudjuk beszélni azt, hogy milyen segítség, milyen intézkedés kell ahhoz, hogy zavartalanul mehessen az uborka felvásárlás, az uborka értékesítés. Végig beszéltük, hogy hogy alakulhatott ki a mostani helyzet, mi vezetett oda, hogy relatív sok uborka van a piacon. Túlkínálat alakult ki a konzerv uborka piacon, ez okozza a problémát többek között a szatmári térségben lévő Csegöldön is. Nagy István agrárminiszter néhány nappal ezelőtt tett látogatást a településen, hogy a környék gazdálkodóival megoldást találjanak a problémára. A nagy felvásárlók az utóbbi időszakban jóval áron alul vették a zöldséget, ráadásul olyan jó volt a legutóbbi termés, hogy nagyon sok uborka ráromlott a termelőkre. Egész Európában valamennyivel több uborka felület lett vetve, mint más években, ugyanakkor az időjárás is kedvezően alakult a termésnek, egységi felületen lényegesebb, nagyobb termés rövidebb idő alatt jött le. Ugyanakkor harmadik probléma pedig az, hogy a feldolgozóknál, a kereskedelemben a Covid is bezavart abba, hogy elég nagy készletek alakultak ki, és tulajdonképpen ez okozta a nagy problémát, hogy eladási, értékesítési gondok alakultak ki. Szatmárban több ezer család foglalkozik uborka termesztéssel, ez számít a térség egyik legjelentősebb gazdasági tevékenységének. A csegöldi vállalkozó abban bízik, az Agrárminisztérium támogatása mi hamarabb jobb helyzetbe hozza a termelőket és az ágazatban dolgozókat. Nyújtotta a tárca a kezét, hogy ha baj van, ha a vége van a szezonnak, akkor éppen segítségünkre siet, abban azért, hogy a további következő években is ez a termesztés fennmaradjon, mert ez munkával szerzett jövedelem, ami az emberek kezébe kerül, ha ez nem lesz így, akkor pedig segélyért fognak folyamodni azon kieséseknek a pótlására, amit egyébként mindom még egyszer eddig munkával szereztek meg. Lengyel János hozzátette, az Agrárminisztérium nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a szatmári régió zöldség és gyümölcs ágazatára, így a szintén rengeteg embert foglalkoztató alma és szilva termelők is nyugodtabban tekinthetnek a jövőbe.